Sziasztok! Mielőtt belekezdenénk a gépépítésbe, egy kicsit vissza kell kanyarodnom a múlt heti videómhoz, ami Szendrőről szólt, én pedig Szendrő történetéről, és ott említettem a szendrői monstranciát, és több információt is rosszul osztottam meg veletek, és erre Fülecki István felhívta a figyelmemet, és szeretném ezt korrigálni, szó szerint idézném Istvánnak az üzenetét. A monstrancia úrmutató, nem útmutató. A katolikus egyházban nincsen úrvacsora. A monstrancia valóban liturgikus eszköz, amiben az eukarisztiát, szentostját őrzik, s liturgikus, eukarisztikus körmenetek alkalmával használják. Szóval elnézést kérek a tévedésért, de köszönöm István a helyesbítésedet. És akkor most lássunk hozzá a heti témánkhoz, szereljünk össze egy számítógépet. Nagy értek! Mit kell berakni először? Az alapot. De nem úgy kellene, hogy berakjuk a memóriát? De, csak ha megnézni, és akkor csomarokat, a rögzítő csomarokat, meg kell nézni, hogy hol kell rakni. De van itt jelölve, hogy ATX, AA. De csak itt látok a betűt. Komolyan mondom, hallod, alig adtak valamit hozzá. Az alappakhoz figyelmetettek. Ennyi. Mi az egy SATA kábel? Egy kettő SATA kábel, meg két csavar. De nem tudom, mi a faszomnak az egy csavar is bazul. De most a rögzítőt, amivel befogadjuk, azt most a házhoz adják, vagy a laphoz? Házhoz. De a házhoz ennyi van? Szerintem bele van tekerve. Viszont valami ki kell szedni. Na most hány helyen kell megfogadni? Nem, már az elején alakadunk. Az izé kevés a csavar, basz meg. Nincs elég csavar. Vagyis hát keresnünk kell. Mi van? Szerintem a... ebből szok a csavar. Bazd meg a fia fasz. Az nem van fogadva. Szóval akkor van csavar. Ez világos, hogy a lázadó nem adnak csavart, bazd meg. Azért rögzítem, hogy kb. 6 órakor kezdtük el, csak hogy tudjuk, hogy mennyi idő alatt rakjuk össze. Ez az izé, hogy megtartja majd. Látod, úgy van, hogy ami az, hogy ami, az kell mind a három fajta típusú alaplaphoz. Ami van olyan, hogy AM, az a Micro ATX, meg az ATX-hez kell, ami csak A betű van, az meg az ATX. De nekem mindegyik kell, mert az ATX. Ami az A, meg az AM van írva, oda kell bebaszni a csavart, oda kell fogadni az alaplapot. Csinál Dávid, az azért van, hogy van itt az alaplap, és vannak itt ezek a, hová mutatni, ilyen különböző ilyen pontok, ugye, ami majd tartani fogja a alapot a háztól. Tehát, hogy ne teljesen a házra legyen rárakva a lap, hanem a ház, hát így megtartja a házhoz képest, ugye ez így fog állni benne. Ugye, na, szóval értitek, mit akarok mondani, hogy itt is vannak, hogy amiket most becsavar, azok ide fognak majd jönni, amikor bekerül a gépházba. Úgyhogy az eleje az még ilyen pöcsölős. De jól néz ki. Igazi gamer alaplap. Akkor megvan az összes rögzítő.
És elvileg most... Hát most csak belepróbáljuk, nem? Mert ugye még... Persze. Először a... processzort kell berakni. Szerintem. A memóriát. Nem is kell. Nézzük meg, mi is van rajta? Azt mondja, van USB 2-es port, 3-as, HDMI 3.1, LAN meg a hang csatlakozók. Meg az az ősrégi, mi ez az az egér? Ez a lila zöld. PS2? Aha, de hogy ki a franc használ még ilyet? Nézzük meg, nézzük a hűtő, vízhűtés hogy nyújt bele. Hogy mert lehet, hogy így szopás berakni, akkor lehet, hogy azt keresnünk be ettől. Hát szerintem faszon. A vízhűtést, azt a, ezt a tár, vagy a ezt a tetejét, azt szerintem meg kell csavarozni előtte. Mi? Azért akkor megnézni, akkor... hogy megy most bele. Hogy bele tudom-e könnyen rakni, vagy nem, mert akkor ki kell akadásnak, azt kell felfogni. A vízhűtés. Ez is RGB-s. RGB-s. Minden színbe világít. De most a Cooler Master felirat, nem? Igen. Ezt mihez adták? Ez mivel volt benne? Itt a... Meg a ventilátorok is. De ez a három darab, az a plusz, amit... Nem. Ez a vízfűtésnek a hűtője, amit rá fog majd tekerni. Ja, a vízfűtéshez adták. A radiátorra. Ez a radiátorra. Ezt úgy hívják. Nagyon bizza. Azt olvastam, hogy... Csak 20 ezer forint. Mennyi? Max 100%-os kihasználtság mellett, és hogyha annyit pörög a proci, elméletileg 50 fok felé nem engedi, ha nincs 20-ra. És az elég durva. A videókártyám alapon megy 50 fokon. 60-nál kapcsol be a hűtés rajta. Ez megy majd... Ez az alja. Ez fog rámenni majd a processzorra. Aha, így. Hát ezt simán be tudjuk rakni. Ezt csak csavarozni kell, az kész. Persze, ez az alaplap nem fog minket zavarni a beszerelésekor. Úgyhogy szerintem rakjuk bele a memóriát, meg a procit az alaplapba. És akkor utána betekerjük a házba. Én két éve vettem, két és fél éve vettem, 23 ezerért. Na is CL 15-ös. Jó, az a késleltetése. Ami egész volna mondható. Aztán majd kiderül. Mit tud a kicsike. Ja, és még a... Nem biztos ismertek az M2 SATÁ-t. Ez tök jó, ez az alaplap, mert ezen már alapból van hűtés az M2 satára. Kettőt lehet belerakni, az egyik ide megy, ezt így ki kell csavarni, fel kell hajtani, alá kell dugni, és rá kell ezt így csukni. És akkor ez tök jól hűti. A másik M2 sata az ide megy, hát ez már sajnos nincsen hűtő, úgyhogy ezt külön kell venni rá bordát, egy pár ezer forint, egy 3-4 ezer, jól tudom. És az nagyon gyors a M2 sata. Zártlában 1500-al olvas és 3400 megabájttal ír. A mostani satám az ír 530-al, meg olvas 550-nel. Ez olyan meg kell az a... Igen. Árértékben már most nem éri meg sima satát venni, mert olcsó az M2 sata. Ilyen 25-26-ért egy tök jó Samsung 970 Evo van, ami 1500-zal ír, meg 3400 megabájttal olvas, ami brutál gyors. Az jó lesz. Vagy. Na, akkor megnézzük, hogy van a Dual Channel az alaplapon, ha kell rakni a memóriát. Hát a szín szerint, nem? Elméletileg. 1 meg a 3. Ez 1 meg a 3-ba kell rakni. Úgy lehet, hogy nekem is ilyen M2 sata kellene, mert a 4K videónál ugye... Hát, na igen, neked ott kijönne. Neked ott kijönne. Azzal, nem tudom, a te alaplapod, az támogatja az M2. Nem, biztos, hogy szerintem.
Akkor még hatodik generációs gépet? Nem. Neki 7. 7. Intel i. Nem biztos. Meg kell nézni az alaplapot, hogy támogatja. Mert ugye laggol a izé, amikor nézem a videót, még a renderelés előttem nem tudom úgy vágni. Jó. Hát neked az ott kijön a sebesség. Van, ott neked ki, igen. Szerintem azért van nem úgy szín szerint. Ja, nem láttam, én is néztem benne. Micsoda? Azt mondja. Elméletileg amúgy be van számozva, hogy egy, ott van, látod? Amúgy mindig úgy kell, hogy 1-3. Ott van, B1A, ott van. B1A1. Általában úgy van. Van ebben egyetem magyar? Minden nyelvon, baszki. Megpróbálom hát megnézni a... Hát baszdnak, ott van a YouTube, megnézem, hogy a izé van. Tényleg, ebben a... Ilyen alkotott nem volt, igen, box. Az enyém, nem látszik, nem látom be. Valószínűleg igen, a két szűk tudod nekem, hogy van, Dávid? Nekem a 2-be meg a 4-be van rakva. Uh-huh. A 2-es meg a 4-es foglalatba van rakva. Hát, processzortól számolva? Processzor oldaláról nézted? Vagy ahol bedugják a áramot a... Processzor oldaláról van, tehát hogy itt van egy, meg itt van egy. Aha. De várj, megnézem meg. Tényleg baszki, mert amúgy néztem egy számítógép összepakolós videót, és abban is úgy csinált a csávó, hogy én nem pakolt egyet, meg be oda. Hát nézd meg a dual channel, mit izélem. Hát jó van, baszki. Nem találtam ebben a szarba semmit. Azért mondom, hogy az alapnak a izé... 4, 3, igen. Igen, úgy van, hogy a processzortól van, hogy itt van egy memória, meg itt van egy. Mi a izé? B1A2, úgy lehet. Eltart majd egy darabig, mire ezt így kitaláljuk, hogy hogy kellene. Fél órája csináljuk, és meddig jutottunk el, a rögzítő csavarokat beraktuk a házba, meg kb. Ennyi. Na, este 9-10-re meg lesz. Talán már akkor a Windows is fent lesz. Ja. Szóval csak az alaplap szívás után a videó alaplap bent van, utána már meg a fűtő rá van rakva, hát, onnantól már sima, mert többit azt már gyorsan van. Már még azért kábrá búziskodások. G390. Gaming X. Amíg megnézzük, hogy én megmutatom a memóriákat közelebbről. Hát ebből van 2. Ez a hűtőbordája. És ezt majd valahogy majd így kell majd berakni. Csak én nem tudjuk, hogy melyik foglalatra kell. De szerintem ide jön egy, meg ide még egy. A... Hát melyik ez kék jelölése? Ezen a felvétre nem látszik annyira. És azon megérte elbaszti 10 percet. Rájöttünk, hogy tök mindegy. Hát én már mondtam az elején. Megvan. Memória megvan, most jön a legizgalmasabb rész. Igen, a processzor. A processzor. Szinte a szíve a gépnek. Távolítani. Hogy csak ez hogy jön le? Ez egy másik kérdés. Ez az. Meg is vagyunk. Na, akkor most jön, amire nagyon-nagyon kell vigyázni, mert ha eltörik, elverdik, akkor dobunk a kukába 90.000 forintot. Erre nincs dola. Erre nincs dola. Ez egy szép manika, és sérült rossz akkor. De erről ne beszéljünk. Lefessük az ördögöt a falra. Öcsém, ez aztán be van csomagolva, az a kis szar. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy általában a processzorokhoz mindig adnak gyári hűtőt. Tehát ez nem adtak semmit. És nem volt feltüntetve az oldalon. Igen. Tehát, nem nincs hozzá hűtő. És ugye azért is lenne jó, mert általában ilyenkor a hűtőt azért úgy el lehet passzolni valakinek. És akkor azért ugye pár ezer forint visszajön. Egyébként amúgy valahol érthető is, hogy kihagyják, mert szerintem senki nem használja a gyári hűtőt, pláne egy ilyen processzornál. Úgyhogy... Na, de hogy miért kell ennyire vigyázni? Majd megpróbáljuk megmutatni, hogy miért olyan macerás berakni egy processzort a gépbe, és hogyha elbasszuk, akkor szó szerint 90.000 forintot kidobtunk az ablakon, plusz még lehet, hogy az alaplapot is. What the fuck? Ah, megvagyunk. Itt a jelölés. Szerintem. Elméletileg ennek így kell, hogy belemenjen. Igen. Meg gyakorlatilag. Itt a jelölés, tehát az jelöli az irányt. Akkor...
És ugye azt kell, ha látjátok, akkor ugye, na innen mutatjuk, ugye a processzoron vannak a tűk. Ilyen... Nem, már pont fordítva van. Az nem. Alaplapon van a tű. Az alaplapon van a tű. Aha, az alap... Most már, mert régen úgy volt, hogy a videó, vagy a processzoron voltak a tűk, és akkor az bent bele az alaplapon, de most már megfordult a kocka. Hát még nem, ezt nem is tudtam. Na, tehát akkor az a lényeg, hogy az alaplapon vannak a tűk, és megfelelő irányba kell berakni a processzort. Ez még hagyja, mert ugye amikor majd ezt rácsukjuk, igaz? És ugye ezt fogja rászorítani. Tehát hogyha ha nem megfelelően rakjuk bele, akkor amikor rászorítod, akkor ugye ezek a tűk így meghajolnak. Elméletileg így kell, hogy belemenjen. Azért megnézzük. A használati útlevőt, az a biztos. Ezen ne ezen spúroljunk. Igen, ezen a 5 percen. Ez egy Intel i5-ös 9600K. Igen, ez egy 9. generációs i5-ös processzor. 3,7 GHz-es. És a K-s verzió, ami azt jelenti, hogy lehet húzni is. Igen. De hát szerintem ezt nem kell húzni. Szorzózármentes. Azt hiszem 6 mag, 6 szál. 6 mag, 6 szál? Igen, és 9 meg a cache van benne. Viszont az a durva, hogy van a 9. generációs i7, ami 40 ezer forinttal, nem, 50-nel kerül drágába, és a benchmark szerint valami 10% plusz tud a i7-es, szóval ez tök furcsa. Szóval még ennél is furcsább, hogy az én gépemben egy i7-es 6700 van, ami hát már nem tudom, szerintem egy olyan legalább 20%-ot minimum ráver az én processzoromra, ez az új processzor, és az én processzorom drágább. Tehát a 3 éves processzor, az drágább, mint az új i5-ös. És teljesítményben ez az i5-ös többet tud. Jó, mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy én alapvetően videóvágásra használom a gépet, ugye ez meg játékra fog menni, és ugye a játékra elég az i5, a vágásra meg ugye azért erősebb processzor, vagy hát ugye i7-es kell, de egyébként a adatok szerint, tehát amit meg lehet nézni, ilyen összehasonlítást az interneten, még a munkában is, hogy azt írja, hogy pár százalékkal az új i5-ös processzor ugye jobb, mint az én i7-esem, ami nem lenne probléma, hogyha nem lenne drágább. Tehát, hogy ezt nem teljesen értem, hogy ez miért van így. De egyébként azt minden esetre jegyezzétek meg, hogy a gépet vettek, vagy vesztek, ne vegyetek i7-es processzort, mert semmi értelme. Kell egy jó i5-ös, új generáció, kás, aztán egy jó vízhűtés, és szerintem azt lehet nyüstölni egy 5-6 évig minimum. Máshogy nem is tudjuk berakni, mert van egy ilyen két kis bevágás, hogy véletlenül se tudjuk rosszul berakni. Ott, meg ott. Uh-huh. Meg ott is van ez a kis, nem tudom mi ez, nyíl. Meg ott is az alaplapon. Az irányt jelöli. Igen, hogy úgy kell, hogy jó. Úgyhogy elvilágy. Na, de te fogod csinálni, mert... Nézzük, hogy jól van-e. Jól van, benne van. Akkor most jön a lefogatás. És... meg vagyunk. Szerintem ez jó lett. Na, akkor ott tartunk, hogy be van rakva a processzor, be van rakva a két memória. És akkor most kellene, igaz, a házba berakni a maga az egész lapot. Meg se néztük, hogy a vízhűtést mivel kell, és hogy kell, vagy hogy fogjuk lefogadni. Mármint a szivattyú részét, mert ez a szivattyú, ezt fogjuk ráfogadni. Ide. Viszont nekünk ezzel kell valami tartó lófasz, és majdnem lefogadtuk, hogy azt már oda kellett volna rakni. Viszont nem vagyunk hülyék mégse. Mert a másik oldalról rá fogjuk tudni rakni. De azért megnézzük. De most... innen. Jó, akkor fasza, nem baj. Lefogadjuk. Nem. Szerintem egyszerűbb, ha elsőnek rárakjuk. Megnézzük, hogy melyik lefogató kell alá, vagy nem tudom, minek hívják ezeket. Tudom, amit a tokozásoknak a alaplap tokozó.
Akkor még nem megy bele az alaplap a gépházba. Nem vesszük. Mégis kivesszük a memóriát. Na. Ilyet, csak hogy tudjátok, most kb. 45 percnél tartunk. 45 percre szereljük a gépet. És hát végül is most annyi van, hogy benne van egy processzor. Memóriát ugye kiszedtük, és akkor kezdjük a vízhűtéssel. Úgyhogy... A vízhűtőnek a felfogatóját, vagyis a szivattyú. Arra, igen, amire majd a szivattyút fogjuk rögzíteni a processzorhoz.